Gyors fertőtlenítés, és már kezdődhet is a vér leadása. Hétfőn a szekszeli területi vérellátóban reggel 8 és este 5 óra között várták azokat, akik ezt vállalva segítenek másokon. A Tolnai Vármegye székhelyen immár 8. alkalommal szerveztek civil véradást. Akkor, amikor covidos voltam, plazmát szerettem volna adni, hogy nem kerültem be a kórházba. Arra nem voltam alkalmas, és azóta vért adok. A rendezvény egyébként a miniszterelnökség, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Civil Központ támogatásával valósult meg. Akkor a tavasszal, mondhatjuk talán így a farsengi szezon közepén vagy végén, 8. alkalommal kerül országosan megrendezésre a civil véradás minden megyében. Mi Tolna megyében 2 napot vállaltunk, ma február 20-át, illetve pénteket február 24-ét, akkor gyakorlatilag igyekszünk mozgósítani a lehető legtöbb civilt, önkéntest, hogy véradással segítsen embertársainkat. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható folyadék, amivel idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. Kettős ennek a programnak a célja. Egyrészt a fő cél az, hogy a lehető legtöbb ember jöjjön és adjon vért. Másrészt viszont a programmal, a sajtó, a média megjelenéssel szeretnénk felhívni a figyelmet a véradás fontosságára, a lehető legtöbb emberhez eljutatni ezt az üzenetet, hogy embertársainkat, saink életét menthetjük meg a véradással, mert a legtöbb embert tudjuk bevonzani, hogy lehetőség szerint, amennyiben egészségi állapota megengedi, akkor legyen véradó, rendszeres véradó. Vért adni évente akár többször is lehet. Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez.